Tábla állít emléket a Pócs Petri áldozatoknak akkorabeli községháza falán. 1948. június 3-án a katolikus iskola elleni tiltakozás során egy rendőr itt vesztette életét. Pócs Petri neve a kommunizmusban együtt járt a rendőrgyilkos falu megnevezéssel. A kor legnagyobb koncepciós perének áldozatait csak a rendszerváltást követően rehabilitálták. A most hivatalba lépett, IV. Orbán kormány első intézkedéseinek egyikeként történelmi emlékhelyén nyilvánította a 7 évtizeddel ezelőtti események helyszínét. Nem csak főhajtás, a megtorlások, az elhallgattatások áldozatai és fájdalmai előtt, hanem örök mementóul is szolgál, hogy ebben az országban soha többé nem uralkodhat olyan ideológia, olyan politikai vezetés, amely embereket, társadalmi csoportokat, falvakat és városokat kollektíve megbélyegez, a társadalom szégyenpadjára próbál állítani. A térség országgyűlési képviselője úgy fogalmazott, Pócs Petri a diktatúra alatt képes volt felemelni szavát hitéért és iskolájáért. Simon Miklós szerint ez ma is példa lehet az ország és Európa számára egyaránt. Manapság is erre van szükség, kedves Pócs Petriek, nem csak Magyarországon, hanem egész Európában. Ahhoz, hogy mi megmaradjunk egy kultúrnemzetnek, kedves barátaim, kedves Pócs Petriek, ragaszkodni kell a hitünkhöz, ugye, amit Európa megtagad, sajnálatos módon, és ragaszkodni kell az iskoláinkhoz, a jövőnkhöz. A Pócs Petri ügy története a magyar történelem fontos csomópontja, amely megmutatja azt a tragédiát, amelyet a szocializmus hozott ránk. Ezt már Gulyás Gergely hangsúlyozta. A miniszterelnökséget vezető miniszter úgy fogalmazott, a történelmet azok írják, akik a szólás, a lelkiismereti és vallásszabadságot fontosabbnak tartják, mint hogy az erőszakot szó nélkül elfogadják. A szabadsággal nekünk is van dolgunk. Meg kell őriznünk a lelkiismereti szabadságot a nehéz időkben is. Ha körülnézünk ma Európában és a világon, jól láthatjuk, hogy ez egyáltalán nem könnyű. Mindenkinek saját magának is meg kell fizetni a szabadság árát a saját életében, de ma már mindannyian egy olyan országban élhetünk, ahol a szabadság számunkra adottság. Azoktól kaptuk örökül, akik hősi halált haltak a diktatúrákkal szembeni küzdelmünkben. Gulyás Gergely hozzátette, ha az áldozatok emlékét megőrizzük, akkor lesz erőnk ahhoz, hogy hitünket és nemzeti közösségünket is meg tudjuk őrizni.